fel is hívnám a színpadra dr. Honvári Jánost, a Széchenyi István Egyetemnek a professzor emeritusát, a Győri Szesz gyár történetének kutatója, és az előadásának az a címe, hogy a Győri gyárak duájánja. Köszönöm szépen! Tehát én a Győr legrégebbi, legöregebbi gyáráról szeretnék beszélni, a Győri Szeszgyár és Finomító RT-ről, ahol tulajdonképpen ennek az egyik üzemcsarnokában lett volna ez a konferencia, amit azonban ugye a vírus járvány miatt nem sikerült megrendezni. Ugye ez a gyár 1884-ben létesült, és először a gyár jellegzetességeiről szeretnék néhány dolgot elmondani. Az egyik kezünk öt ujja is elegendő arra, hogyha össze akarjuk számolni azoknak a győri gyáraknak a számát, amelyek megérték a centenáriumot, a századik évfordulót, és ma is az eredeti helyükön állnak, és ma is eredeti funkciójukban működnek. Ugye a rendszerváltás az gyakorlatilag elfújta a győri gyáripart, a hagyományos győri gyáripart, 1928-ban 75 gyár volt Győrben. Ezek közül ma tulajdonképpen 3-4 üzemel, és az, amelyik 100 évet megélt, abból összesen tulajdonképpen 3-4 van. A Szeszgyár mellett a Graboplast művőgyár, a Kardó bútorgyár és a Győri lakgyárat is ide sorolnám, bár ez 1922-ben létesült, tehát csak jövőre lesz 100 éves, de legyen ez is 100 éves. Tehát ez a 3-4 gyár az, amelyik 100 évet betöltött, és az eredeti helyükön funkcionál, a többi vagy eltűnt, vagy más helyre került. Ugye a Magyar Vagon és Gépgyár, amiről az előző előadásban is esett szó, Győr 20. századi legnagyobb gyára volt, és nem csak Győré, hanem egész Nyugat-Dunántúlé, sőt a szocialista korszakban ugye Magyarország második, harmadik legnagyobb gépgyára volt, ez is megélte a 100 évet, ma is van, működik, 1896. december 28-án alapították, tehát 125. évét tölti most ebben az évben, de nem az eredeti helyén működik. Az eredeti helyéről kiköltözött, az ottani csarnokokat lebontották, a gyár területét eladták, egyik részét egy izraeli befektető vette meg, ahol egy bevásárlóközpont létesült meg, lakóházak állnak most a helyén, a másik nagyobbik fele még egyelőre üres, amit a város, Győr város most akar megvenni, vagy talán már meg is vásárolt, és ott akarja berendezni, ott akarja felépíteni Győr új szórakoztató központját. Olyan hírek vannak, hogy a Győri Színházat le akarják bontani, nem felújítani, hanem lebontani. Ugye a háború után, a második világháború után ez volt az ország első újonnan épített színháza. Nem is olyan nagyon régi, még a 70-es évek végén adták át, statikailag rendben van, felújításra szorul, és a polgármesternek az az elképzelése, hogy onnan elviszi, kiköltözteti, és kiviszi a vagongyár régi helyére, ahol ifjúsági ház épülne, színház épülne, éttermek épülnének, és így tovább, tehát ott lenne egy új központja, szórakoztató központja. Tehát a vagongyár nem az eredeti helyén működik, ez a 3-4 gyár az, amelyik megfelelne meg a kritériumnak, amit én az előbb elmondtam, 100 éves, és ugyanazon a helyen működik. Ezek közül a legöregebb gyár, Győr legöregebb ipari gyár, a Győri Szeszgyár és Finomító. A csarnokok egy része még megvan. Az egykori ágyúgyári csarnokok egy része, a Selyem folyó egy része, a Riház finomposztógyár épületenek egy része még megvan. Ezeknek azonban már teljesen más a funkciójuk, van olyan, ahol még van némi termelés, de általában funkciót váltottak, és más módon működnek tovább. Tehát az egy első dolog az, hogy ez a legöregibb gyár, amelyik 137 éve egy helyen áll, ugyanolyan a helyen áll, ahol felépítették. A másik jellemző ennek a gyárnak, hogy eleve már 1884-ben ipari részvénytársasági formában alakult. A részvénytársaság előtte nem volt ismeretlen Győrött, de nem volt ipari vállalat, amelyik részvénytársasági formában alakult volna. A vízművek, a gázgyár, a kereskedelmi, Lloyd kereskedelmi testület, ezek részvénytársaságként alakultak, a bankok is, a biztosítók is, de iparvállalatként ez volt az első, amely eleve már társasági formában alakult. A győri gyárak ugyanúgy, mint ahogy általában Magyarországon a 19. században családi vállalkozásként jöttek létre,
Ha átalakultak társasága, akkor közkereseti társasági formát választottak, ami egy nagyon egyszerű társasági forma volt, nem kellett különösen sok adminisztratív intézkedés, nem kellett alapító oklevél, nem kellett közgyűlés, nem kellett igazgatóság, felügyelőbizottság, és így tovább, és így tovább. Akkor folyamodtak ehhez a formához, hogyha a felnőtt fiút a család alapító, a vállalat alapító be akarta vonni a vállalkozásba, hogy majdan átadja neki a családi vállalkozást, akkor közkereseti társaságot alapítottak. De részvénytársaság ez az első, aztán a 19. század végén, a 20. század elején a családi vállalatok is részvénytársasággá alakulnak, hiszen a technológiai fejlődés olyan összegű tőkéket igényel, amihez már külső forrásokat kell bevonni. A 20. század elejétől kezdve aztán a nagy textilipari vállalatok és az egyéb vállalatok már eleve részvénytársasági formában alakulnak, de a győri szeszgyár volt az első ipari vállalat, ami eleve részvénytársaság volt. Itt egy részvényt látunk, egy korabeli részvényt, koronára szóló részvényt. A gyár jellemzői közül nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez volt az első győri iparvállalat, amit helyi kereskedők hoztak létre. A győri gyárakat, a 19. századi győri gyárakat ugyanúgy, mint hogy az ország többi gyárait tipikusan és általánosan idegenek alapítják. Idegenek, külföldről bekerült, külföldről ide érkező, tipikusan zsidó nagykereskedők és nagyvállalkozók, Győrbe elsősorban Morvaországból érkeztek azok a nagyvállalkozók, amelyek az emblematikus győri gyárakat alapították. Tehát általában külföldiek, de ha magyarok, azok sem győriek, azok is Temesvárról, Tatárról, és tehát az ország más részéből érkeznek. Ezt a gyárat viszont győri kereskedők alapították. A mai konzervatív keresztény gondolkodás szívesen venné, hogyha kiderítenék a történészek, hogy a győri gyárak túlnyomó többségét, vagy a magyar gyárak túlnyomó többségét magyar vállalkozók alapították. Van így ilyen törekvés, hogy retrospektív módon a történészek igazolják azt, hogy végül is a gyáraknak egy részét magyar gyárosok alapították. Győrben is találkozunk ilyen törekvéssel. Olvastam olyan tanulmányt, hogy a győri vagongyár alapító közgyűlési jelenlévő 9 főből 7 magyar, ez így volt, 7 győri volt, 7 magyar volt, és ebből azt a következtetést mondta a szerző, hogy tulajdonképpen ez egy győri gyár. Igen ám, csak hogy a részvények 88%-a két Lederer fivér kezében volt, tehát hiába volt itt 9-ből 7 magyar, az igaz irányító pakett és a döntési jog az nem a magyarok kezében volt. Akik itt beszálltak, azok általában hivatalból vásároltak nagyon kevés 50 darab részvényt, vagy a jogászok voltak, akik a vállalat jogi ügyeit intézték, vagy igazgatósági tagok lettek, vagy felügyelőbizottsági tagok, és így hivatalból vásároltak egy kevés részvényt. Tehát általában elmondhatjuk, hogy idegenek alapították, mint ahogy Magyarországon általában a 19. századi gyárakat. Győrben nagyon jelentős volt a külföldről, Csehországból, Morvaországból, Ausztriából beérkező zsidó nagyvállalkozók szerepe és tevékenysége, de ezt a gyárat, a győri szeszgyárat helyi kereskedők alapították, akik azonban nagyon hamar elveszítették ezt a gyárat, tudnék, tökéletesen akartak alkotni, tökéletes gyárat akartak létrehozni, igen magas alaptőkét adtak össze, 800 ezer forintot, osztrák értékű forintot, a vagongyár, a város legnagyobb gyára 1896-ban 500 ezer forinttal alakult, tehát hogy összevethető legyen az alapítási költség, itt 800 ezer forintról volt szó, ami egy nagyon komoly összeg, de tökéletes gyárat akartak alapítani, tökéletes gyárat csináltak a korabeli viszonyok között, a legmodernebb felszereléssel, külföldi, németországi, csehországi gépekkel, berendezésekkel szerelték fel a gyárat, és többe került a gyár alapítása, mint az alapító tőke, 830 ezer forintba került, de magyarán felemésztette a gyár felépítése az összes befektetett tőkét, ennek következtében a működéshez a forgó tőkét már kölcsönből kellett biztosítani, igen drága, nagyon magas kamatozású forgóeszköz hiteleket kellett fölvenni, és ahogy elkészült a gyár, mindjárt jött egy dekonjunkturális időszak, és mivel nem volt tartalék tőke, ennek következtében a gyár nagyon hamar csődbe jutott, és kikerült az alapítók kezéből.
A harmadik jellegzet, vagy a negyedik jellegzetesség az, hogy ez volt az egyik legkorábban államosított gyár Győrben. Ugye Magyarországon a két világháború között nem volt ismeretlen az állami tulajdon. A magyar államvasutak, a posta, a postatakarékpénztár és néhány nagy vállalat állami tulajdonban volt már a két világháború között is, mert elég, ha a Ganzmávagot említjük, vagy Diósgyőrt, ezek ugye állami cégek voltak, de ez nem volt jellemző, Győrben sem, az országban sem, viszont a SZESZ gyárat 1938-ban már államosítják, állami tulajdonba veszik, a tulajdonosok teljes kártalanítása mellett természetesen. Győrben a hagyományos, tehát a vasút és a posta mellett egy állami vállalat volt, az 1913-ban alapított Magyar Ágyúgyár, vagy Győri Ágyúgyár, amelyet 1918-19-ben a románok leszerelnek. A Skoda vállalat, a Skoda gyárral, a Skoda művekkel együtt alapította az állam az ágyúgyárat. 1921-ben visszavásárolta a Skoda részvényeket, a magyar államiságtól kezdve 100%-os állami tulajdonba került. Emellett ugye 38-ban államosított SZESZ gyár volt még állami tulajdon. Az ipari, a nagy ipari SZESZ gyárakat államosítják, 10 nagy ipari SZESZ gyár volt az országban. Ezek, ebből egyet leállítanak, a többit államosítják. Nem lehet nem észrevenni az összefüggést az 1938-as első zsidó törvény, Darányi Győri programja, háborúra való készülődés és a SZESZ gyárak államosítása között. Az ipari SZESZ gyárak nagy része ugyanis zsidó tőkés kézben volt, így a győri SZESZ gyárnak is, mint látni fogjuk hamarosan. Egy osztrák, cseh, morva tulajdonosa, zsidó tulajdonosa volt egy, a Lederer család. Tehát államosított, 38-ban állami tulajdonba kerül, és attól kezdve állami tulajdonként működik. Nem az egész gyárat veszik állami kézbe, csak a SZESZ gyártást és finomítást. A melléktermékeket feldolgozó vegyi gyárak továbbra is a régi tulajdonosok kezében van. A gyár a Városréten alakult, most is ott üzemel, a vagongyár mellett létesült, illetve hát a vagongyár létesült a SZESZ gyár mellett, mert ugye a vagongyár az később alakítás volt. Tehát körülbelül egy olyan pár száz méterre a város szélétől, a lakóövezetek szélétől, akkor még az ott egy üres terület volt, egy-két iparvállalat működött, de már az első időszakban, 1884-ben sem volt teljesen konfliktusmentes a SZESZ gyár és a város együttműködése. Akkoriban csak egy humán intézmény működött a SZESZ gyár közelében, kb. 200 méterre a gyártól működött egy katonai kórház, annak volt némi problémája, elsősorban a trágyaszaggal, ugyanis amíg koricából készítették a SZESZ-t, addig a kukorica SZESZ gyártás melléktermékét marha hízlalással hasznosították, hát 1000 marha hízott egyszerre a SZESZ gyár környékén, el lehet képzelni, hogy ez nem volt egy kellemes jelenség, úgyhogy ennyi, ami zavaró tényező volt, de már akkor felvetették néhányan, hogy nem elég, hogy Győr a vidéki Magyarország legnagyobb sertéshízlalója, ipari sertéshízlalója, most még ráadásul marhatrágya parfüm is költözik a közelében. Tehát volt egy probléma már az induláskor is, de ez nem volt azért akkora nagy probléma. Később viszont a 20. században körbeépült a gyár, ma is olyan helyen van, hogy lakóövezetek veszik körbe, különösen azután, hogy a vagongyárat lebontották, és a vagongyár területén lakóterületek, lakóházak, lakóépületek létesültek, és bizony a SZESZ gyártás egy kicsit bűrös, egy kicsit zajos, egy kicsit szagos. Tehát ez okoz némi problémát a környezettel való együttműködés tekintetében, és hát okozott problémát az is, hogy a gyár, a SZESZ gyár lett a város egyik legnagyobb szennyezője, Mosoni-Duna víz szennyezője, ugyanis amikor abba hagyták a SZESZ gyártás melléktermékének, a SZESZ gyári mosléknak a feldolgozását, ezt a moslékot besűrítették, elégették, moslék szenet készítettek belőle, ami az ipari üveggyártásnak és vegyi anyagoknak, egyebeknek egy fontos nyersanyaga volt. Úgyhogy a szeszgyári mellékterméket nem engedték a Dunába, hanem hasznosították, besűrítették, elégették, és így hasznosult. Ezzel a tevékenységgel felhagytak, és azt követően, amikor áttértek a torulaélesztő gyártására, arról majd később szólni fogok, akkor a
Ezt követően fennmaradó, nagy tömegű, szerves anyagot tartalmazó mellékterméket egyszerűen beleengedték a Dunába. És ezzel a Mosoni Duna egyik legnagyobb szennyezőjévé vált. A Szeszgyár a városi csatorna mellett, ugye akkor még nem volt csatorna tisztítómű, szennyvíztisztító Telepgyőrbe, a városi csatorna mű mellett a Szeszgyár volt a város legnagyobb szennyezője, ami természetesen komoly problémát okozott, halpusztulás, és így tovább, tehát ez egy nagyon komoly gond volt. Ez is közrejátszott abban, hogy többször felmerült a Szeszgyárnak a kitelepítése, az mostani jelenlegi helyről történő kitelepítése. Ez erre igazán komoly esély 1945-46-ban mutatkozott, 45-ben ugyanis gyakorlatilag 90%-ban lebombázták a gyárat. Nem a Szeszgyár volt a célpont természetesen, ugye a szövetségesek nem akartak feltétlenül Szeszgyárat bombázni. Egyszerűen Szeszgyárnak az volt a pehje, hogy mellé települt a vagongyár, közvetlen mellette, szomszédságban volt, ami a háború alatt az ország egyik legnagyobb hadipari centruma lett. A vagongyárat bombázták, de az akkori technika mellett azért nem sikerült pontosan mindig eltalálni a célpontot, mint manapság, ahol néhány méteres pontossággal be tudják mérni a célpontokat, akkor ugye leesett a bomba, és odaesett, ahova esett. Úgyhogy a Szeszgyár 90%-ban elpusztult, leégett, elégett, és akkor fölmerült az a dolog, hogy kitelepítik a Szeszgyárat. Hát többek között ugye egy ilyen nagy szerkezeti váltás egy városnál, akkor esedékes, akkor reális, akkor esélyes, hogyha valami nagy katasztrófa tönkreteszi a város. Szegedet elöntötte az árvíz, elpusztította a Szegedet, azt követően lehetett teljesen átgondolni, újra struktúrálni a város szerkezetét. Győrbe pedig ugye nagyon súlyos háborús veszteséget szenvedett a város 1944-45-ben. Ott merült fel az a dolog, hogy újra gondolják a város szerkezetét, és az ipari szennyező, ipari vagy zavaró ipari vállalatokat kitelepítik a mai repülőtérrel, ami ipari övezet lett volna. Ez egyébként már korábban is fölmerült, az 1928-as városrendezési tervben, a városrendezési terv kiírásakor azt javasolták, azt kérték a tervezőktől, hogy oldják meg Győr várost pont középen kettészelő vasút kihelyezésének a problémáját. Ugye, amikor a vasutat átadták Győrbe, akkor ahogy az országban lenni szokott, az a város szélén húzódott. 1855-ben kapott Győr vasutat, Bécs és Győr között megépült a vasút. A város szélén húzódott a vasútvonal, azonban Győrnek az a sajátosság, hogy észak felé, de a Duna túlsó felé nem nagyon tudott építkezni, mocsaras, vizes, feltöltésre szoruló terület volt, délre a mai Nádorváros területén tudott tovább terjeszkedni, ezért ami valamikor 1855-ben a város széle volt, egy idő után a város közepe lett, tehát a vasút, a város kettészeli teljes egészében, ugye a főút is, a Bécs-Budapest főút is kettészelte a várost, ez a probléma megoldódott az elkerülő úttal. Viszont a vasút az ma is ott van, és felmerült a kérdés, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Nagyon sokféle ötlet született már az 1928-as városrendezési tervbe is, süllyesszék le a vasutat 5 méterre, emeljenek egy 15 méter magas dombot, és rakják arra a vasutat, vagy helyezzék ki a vasutat a mai város szélére. Ezeket az ötleteket akkor elvetették, egyrészt rendkívül költséges lett volna, másrészt ez a megemelni 15 méterre, és egy 15 méteres magaslatra helyezni a vasutat a város középpontjában, az még jobban elválasztotta volna a város két részét egymástól. Azon vitatkoztak, hogy hová helyezzék ki a mostani vonaltól 1000 méterre, 1500 méterre, és így tovább is az volt az ellenérv, hogy egy idő után azt is benövi a város, tehát nem oldódik meg a probléma. Na mindegy, nem részletezem a dolgot, minden esetre tény az, hogy ez akkor ugye egy nagy arányú város szerkezeti átalakítást terveztek, amit 1945 után megismételtek. Az akkori városvezetés, a szociáldemokrata Udvaros István koncepciója az volt, hogy egy 100 évre szóló tervet készítenek, dolgoznak és teljesen átalakítják a város szerkezetét, és kihelyezik a vasutat, és ezzel együtt a város középpontjában, város központjában lévő, vagy város központjához közeleső iparvállalatokat is kihelyezik, és így hát felmerült az ötlet, hogy kitelepítik a Szeszgyárat is. Ez azonban elmaradt, részint azért, mert érdekes módon a bombázás a gyár legfontosabb lelkét, a legfontosabb épületét,
A főző finomító helységet éppen hagyta. Tehát lerombolta az egész gyárat, a tartályokat, minden egyebet, viszont érdekes módon a legfontosabb berendezés és a legfontosabb épület éppen maradt, másrészt az országnak rendkívül nagy mértékben szüksége volt az alkoholra, amit exportáltak Svájcba és más nyugat-európai országba, tehát kellett a konvertibilis valutabevétel, úgyhogy végül is a helyén maradt 1946-ban ez a gyár. A másik alkalom a rendszerváltás utáni időszak volt, amikor már teljesen körbevette a gyárat a lakóövezet, megint a kitelepítés, egészen pontosan nem is kitelepítésről volt szó, hanem egy másik telephelyet is akartak létesíteni Észak-Magyarországon, a széntüzes, a lignit tüzelésű, egykori Gagarin hőerőmű mellett, ott egy ipari parkba béreltek is egy területet, meg akarták vásárolni, és ott akartak még egy gyárat felépíteni, aminek sok oka van, talán a legfontosabb az, hogy a rendszerváltás után Magyarországon megszűnt a cukorgyártás, hogy egy ipari cukorgyár van ma Magyarországon, Kaposváron, az összes többi eltűnt, és a legfontosabb nyersanyagot, a melaszt, Ukrajnából, Olaszország, Lengyelországból, Szlovákiából is, tehát messziről kell hozni, és hát ez a terület, ez közelebb esett a melasz beszerzéshez, illetve akkoriban ugye nagy reményeket fűztek a biodízelhez, a bioüzemanyaghoz, és ott gyártották volna ezeket a dolgokat. Tehát végül is megúszta a gyár, maradt az eredeti helyén, és ma is ott üzemel. Kik voltak ezek az alapítók? Ugye terménykereskedők voltak, Győr a 19. században, az 1830-as évektől az 1860-as, 70-es évekig a nyugatra irányuló termény- és állatkereskedelem legfontosabb átrakó továbbító központja volt. Ezt annak köszönhető, hogy vasút még nincs, a Dunának a Gönyűtől felfelé eső szakasza szabályozatlan, tehát a Dunát terszállításra Gönyűig lehetett használni. Utána ott át kellett kisebb hajókra rakni a gabonát, amit az Alföldről és Bácska-Bánátból felhoztak. Győrbe át kellett kisebb hajókra, Győrig ez a hajó felúszott, ezek a kisebb hajók felúsztak, itt besákolták, betárolták, és amikor a kereslet meglehetősen nagy volt, akkor tovább szállították, hát először tengelyen, aztán amikor 1855-ben Bécssel Győr vasutat kapott, vasútösszekötést kapott, akkor vasúton. Tehát Győr a gabona kereskedelemből és a sertés kereskedelemből élt, aminek ugye hát olyan okai vannak, hogy Nyugat-Európa ebben az időszakban már befejezi az ipari forradalmat, vagy legalábbis nagyon jelentősen előre halad. A mezőgazdaságból átkerülnek a városokba és az iparba az emberek, és nő az életszínvonal, nő a jövedelem, a minőségi élelmiszeripari igény megnő, és Európából ebben az időszakban kiesnek a nagy külföldi gabonaszállítók, ugye Amerika a polgárháborúval van elfoglalva, Oroszország a krími háborúval, India a szipoly lázadással, tehát a nagy szállítók, gabonaszállítók átmenetileg 10 évre kiesnek, nincsenek Európában, és ez egy nagy konjunktúrát idéz elő, egy nagy áremelkedést idéz elő, ami lehetővé teszi azt, hogy a magyar gabona nyugatra kerüljön, és ebben a kereskedésben Győrnek nagyon komoly szerepe van. De 10 év után visszajönnek ezek a nagyszállítók, rendezik a konfliktusokat, és ettől kezdve szabályozzák a Dunát, és ettől kezdve már nem Győr, hanem Pest lesz a gabona kereskedelem központja, Pestig fölhozzák hajóval a gabonát, a búzát, ott már képült a Minneapolis után a világ második legnagyobb alomipari központja, liszté örölik, és kéztermékként, vagy félkész terméként, lisztként szállítják tovább Pécsbe, úgyhogy Győr kikerül ebből a körből, és új utakat kell keresni. Na, ebben a helyzetben gondolták úgy a gabona kereskedők, a kereskedők, győri kereskedők, hogy a felhalmozott pénzt ipari vállalkozásba fektetik, és így születik meg a győri szeszgyár. Ez a szeszgyár egyik alapítója, Győr egyik leggazdagabb embere, Jerfi úr, aki bankár, kereskedő, gyáros, és így tovább, és így tovább. 1884-ben megalakul a gyár, mint említettem, 800 ezer forint, osztrák értékű forint alaptőkével, és a Budai út 7 szám alatt, ahol ma is van, ezt a Szina telket, a Szina bárótól vásárolt a város, kifejezetten azért, hogy itt majd iparterület legyen, mert a város tudatosan törekedett arra, hogy ipari parkokat létesítsen. Úgyhogy nem csak ezt a területet vette meg, hanem más területeket is, ahol aztán majd később betelepülnek a gyárak.
A terveket a Magyaróvári Akadémia tudós tanára készítette, a gépeket, berendezéseket, a legjobbakat vásárolták, elment az alaptőke, 831 ezer forintba került a gyár felépítése, 800 ezer volt az alaptőke, úgyhogy mikor elkezdett működni, akkor a forgótőkét már hitelből kellett előteremteni. Ő Kossuthány Tamás, a Móvári Akadémia tudós tanára. Ezek a tervek, amik nem igészen teljesen így valósultak meg, de hasonlóan valósultak meg, középütt, ez a sokablakos épület, ez a SZESZ gyár lelke, ez a főző és finomító helység, itt voltak berendezve azok a főző berendezések és finomító berendezések, amelyek a SZESZ, a melaszból SZESZ pároltak le. Ez az épület ma is megvan, már nem működik, mellé épült egy finn tőkével, finn beruházással megvalósult új üvegpalota, az működik, ez egy, a mellette lévő üvegpalota az egy energiatakarékos üzem, de megvan, nem bontották le, benne vannak a berendezések is, hát ki tudja, hogy esetleg majd még valamikor lehet esetleg használni. Ez is egy eredeti korabeli tervrajz, itt az igazgatósági épület rajza látszik. Ez egy 30-as években készített térkép, sok minden nem lehet belőle látni. Annyit talán igen, hogy itt volt a gázgyár, a Lékszesz gyárnak nevezték, ugye szén lepárlással állították elő a városi gázt. Itt van mellette a vagongyár, és itt van a SZESZ gyár, ugye ez egyben, egy tömbben létezik. Ha ma már csak a SZESZ gyár létezik, a Lékszesz gyár sincs, ennek a helyén van az Árkád, és a vagongyárat is innen a városrétről takarították, lebontották, és kihelyezték a repülőtérre. A SZESZ gyár épületek egy része sincs ma már meg, ez volt a vegyi üzem, vegyi gyár, a moslékszénbesűrítő és moslékszén égető üzem, ez ma már nincs. Ez az első fotó, amit a gyárról találtam, egy 1897-es vasárnapi újságban található ez az a fotó. Itt van az az épület, amiről beszéltem, főző, finomító, ami ma is megvan és működik. Ez az erjesztőhelység, itt vannak a kazánházak, és így tovább. Ez a ház pedig itt, a későbbi tulajdonos Lederer Ákostornak a győri háza, amikor itt tartózkodott családjával együtt, itt élt, vagy a SZESZ gyár töveten az igazgatósági épületben. Ritka fotó, nem nagyon lehet találni ilyest, véletlenül bukkantam rá egy idős úrnál, akinek az édesapja a SZESZ gyár gépésze volt. Ezek a SZESZ gyári munkások, mert ezekről általában nem szoktunk beszélni manapság. Ők azok, akik piszkosak, koszosak, olajosak, nem fontosak a jövő és a történelem szempontjából, valójában azonban rajtuk állt, vagy bukott a gyár működése, úgyhogy mit említettem, felépült, modern, sokba került, nem maradt forgótőke, és csődbe ment. Rögtön csődbe ment, szinte gyorsan csődbe ment. A gyárat leállították, a tulajdonosok veszekedtek, ahogy ez lenni szokott, pereskedtek, perre mentek egymás ellen, bírósággal fenyegetőzek, és így tovább, termelés nem folyt, nem volt más mit tenni, mint el kellett adni a gyárat, és a gyár a bécsi, az osztrák Wiener Bankvereinek a tulajdonába megy át, amely egyébként ez a bank, ez a Wiener Bankverein nagyon jelentős szerepet tölt be Győr gazdaság életében. Többek között majd egy idő után a vagongyár is az ő tulajdonába megy, 1935-ig. De a bécsi bank nem sokat foglalkozott ezzel a dologgal, nem kifejezetten egy banknak a feladata a szeszgyártás, vagy egyáltalán ipari tevékenység, úgyhogy viszonylag hamar 1595-ben eladják a gyárat, a bécsi bank eladja a gyárat Lederer Ágostonnak, osztrák nagyvállalkozónak, ipari vállalkozónak, aki aztán nagyon hosszú idők keresztül, egészen a haláláig, 1936-ig az élén áll a győri SZESZ gyárnak, és Kelet-Európa SZESZ üzletének az egyik vezető gyár tulajdonosa, nagyvállalkozója lesz. Ő Lederer Ágoston, akiről annyit kell tudni, hogy Morvaországban született, az édesapja sikeres vállalkozó lesz, Ignác Lederer előbb egy kis bérelt SZESZ gyárban kezdi el a vállalkozását, majd vásárol Jungbunzblauban egy gyárat, az már az övé lesz, ugye ez ma a Skoda gyárról nevezetes, ma úgy hívják, hogy Mladá Boleszláv, és ez a gyár, ez a Mladá Boleszlávi gyár lesz aztán az alapja a Jungbunzblaue Spiritus und Chemische Fabrik részvénytársaságnak. Ezt jegyzi be Prágába, ez az alapítója egy vállalatbirodalomnak,
amelynek aztán egy idő után jó néhány tagja lesz. Ausztriába vesznek szeszgyárat, Szlovákiába vesznek szeszgyárat, Szentsénybe van szeszgyáruk, és ennek a koncernnek lesz az egyik tagja a győri szeszgyár és finomító, amely úgy kerül Lederernek a kezébe, hogy feleségül vesz egy makói, tehát egy magyar zsidó lányt, Pulitzer lányt, négyen voltak testvérek, négy lánytestvér, ő a legkisebbik, a apjuk Elik Kován meghal, Pestre költöznek, nagyon gazdag a család, az Andrássy úton építenek vagy vesznek palotát közvetlenül az operaház mellett, ott nő fel a négy lány, anyjukkal, özvegyen maradt anyjukkal, és a korának egyik szépség ideája volt, nem tudom megítélni, de nem mutat rosszul nyilvánvalóan, ez egy viszonylag fiatalkori kép. Tehát nagy vagyont örököl, és 100 000 osztrákértékű forint vagyonnal megy hozzá August Lederer-hez, ami mai árfolyamon becslések szerint 1,3 millió eurónak megfelelő összeg, és ezen a pénzen vásárolja meg a férje August Lederer a győri szeszgyárat. Ez a gyár első világháború körüli képe, itt van a főző finomító, a ma is meglévő főző és finomító helység. Ezek az épületek ma már nincsenek, már teljesen egy új irodaház van, ez is megújult, és gyakorlatilag ez a főző és finomító, ami ma is megvan. Ez a szeszgyári tűzoltóság. A győri gyárak kifejezetten tűzveszélyes gyárak voltak, mint általában korabeli gyárak. Le is égtek rendesen, voltak igen nagy tüzek, olyanok is, amelyek sajnos egy tucat áldozatot, emberáldozatot követeltek, hogy a legnagyobb a Bach-Hengermalom égése, de a szeszgyár is leégett 1916-ban a vegyi üzem, 1927-ben a főzőfinomító, ugyanis hát ezek hosszú időn keresztül nyílt lángot használtak a világításra, amíg nem volt villanyáram, addig olajmécsessel világítottak, a berendezések fából készültek, nagyon tűzveszélyesek voltak, a gépek forgóalkatrésze is időnként még fából készült, és a súródástól, egyebektől ugye felhevültek ezek a berendezések, és nagy-nagy tüzek kerekeztek. Nem véletlen, hogy a gyárak viszonylag hamar megalakították a saját gyári tűzoltóságukat, amelyek rögtön azonnal kéznél voltak, és segítettek, hogyha szükség van rá. Visszatérve Lederer-re, aki 30 időm, mennyi még? Igazából pont most akartam jelezni, hogy... Éppen vége van. Oké. Akkor hát rosszul időzítettem. Ezt a blokkot befejezem, és utána három mondatban összefoglalom, hogy mit akartam még mondani. Tehát Lederer egyik legnagyobb műgyűjtő volt, tehát nem csak vállalkozó volt, hanem műgyűjtő is. Ezt a vénát a mai tulajdonosok egyes tagjai is örökölték. Az utolsó tulajdonos ugye Follár György volt, aki meghalt, és a feleség és a két fia örökölte a gyárat, és az egyik fiúnak van egy ilyen típusú beállítottsága, a mecénási szerep. Ők is ugye egy nagy műgyűjteménnyel rendelkeztek, ami háború alatt az osztrákok kezébe, a nácik kezébe került. Szóval, lényeg, 50-es években működik a gyár, rendkívül sok problémával, 60-as, 70-es években modernizálják a gyárat, aztán utána megpróbálkoznak egy takarmányélesztő gyártással, ami az állati takarmányhoz kell fehérje. Az az épület, az most üres, abban lett volna ez a konferencia, a takarmánygyárban. És aztán utána a háború után privatizálják, Follár György tulajdonába kerül a gyár, modernizálják, és működik, exportál, jelentős exportot bonyolít le, megoldották a környezetszennyezés problémáját is, a vinaszt eladják Szlovákiának külföldre, nekünk nem éri meg bioenergiát csinálni belőle, külföldre kerül. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm. Mi is nagyon köszönjük szépen dr. Hombári János professzor úrnak az előadást.